Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal az SQL nyelv alapjaival fogunk jobban megismerkedni. Betöltöttük a Space Ride GUI alkalmazást, ahol ugye csatlakoztunk az adatbázisunkhoz. Ezt mindenképpen ellenőrizzük, mielőtt elkezdjük ennek a videónak a tartalmát feldolgozni. Tehát látszik, hogy itt van az adatbázis fájlunk, alatta pedig a táblák láthatóak, amiket ugye már föltöltöttünk az adatforrásokból. Kezdjünk is neki ennek az SQL alapozónak. A legegyszerűbb SQL lekérdezés visszatér a kiválasztott táblázat összes oszlopával. A régiókból fogunk dolgozni. Itt látható a lekérdezésünk, ugye Select, Csillag, Minden Osztroppal visszatérünk, From és a táblanév. Futtassuk. Látszik a régió táblának az eredménye. Ő van megjelenítve alul. Természetesen mi magunk is meghatározhatjuk azokat az oszlopokat, amelyekkel dolgozni szeretnénk az eredményhalmazban. A következő legkérdező is eredménye csak a népesség és a régió oszlopokat fogja tartalmazni. Tehát a csillag helyére beírjuk az, hogy POP alulvonás 2011, és ugye a régió neveit fogjuk megjeleníteni, tehát regione oszlopnevet írjuk be, és a tábla név az marad. Tehát miről is van szó? A POP 2011 oszlopot fogjuk lekérdezni, meg a régiók neveit. Ugye a csillaggal minden oszlopot lekérdeztünk, azért jelent meg alul az eredményhalmazba. És ugye a maga a tábla név, az pedig ugye itt szerepel. Futtassuk a lekérdezést, hibát kaptunk, ugye miért? Mert elgépeltem, egy i betű nem alatt, nem találta az adott oszlopot, futtassuk, és már is megkaptuk az eredmény halmazt. ugye csak a populáció és a régiók nevei szerepelnek az eredmény halmazban. Lehetőség van az oszlopok átnevezésére is. Lekérdezéseinkben minden oszlophoz megadhatunk egy jobb, magyarázóbb nevet az S kulcsó segítségével. Itt látható a lekérdezésünk, és a régió kód oszlopnevet az S kulcsóval kód névre fogjuk átnevezni az eredmény halmazban. Ugye a régióne oszlopnevet ném, Ö, oszlopra fogjuk átnevezni az eredmény halmazban. A populáció 2011-et pedig ugye population zárója ebbe az adott évszám, amire vonatkozik. Ez, lett az osz, ez lesz az oszlop neve az eredmény halmazban. Futtassuk ezt a lekérdezést, és már is láthatjuk az eredmény halmazt. Ugye a fenti példák alapján az alábbi megállapításokat tudjuk tenni. Az SQL nevek csak az angol ABC betűi, a számjegyek, és az alulvonás és a dollár karakterek szerepelhetnek. Nem tartalmazhatna a tiltott karaktereket, mint például szóköz, zárójel, kettős pont, pont kötőjel. Az SQL nevek nem kis nagy betű érzékenyek, tehát kéz inszenzitív, így ha átírjuk, a nagybetűvel szedett régióne oszlopnevet kisbetűre, akkor az eredmény az ugyanaz lesz. Nem kapunk hibát. A tiltott karaktereket tartalmazó nevek is használhatóak, ugye például ilyen a szóköz, ha a kettős időizőjele közé tesszük. Ugye erre a population, ö, zárójelben 2011 oszlop név mutat példát. Az SQL segítségével rendezhetjük az eredményhalmazt, az Order by záradéknak a rendezés alapjait megadó régió oszlopot kell átadnunk, hogyha a régiók alapján szeretnénk rendezni. Tehát tovább írjuk ezt az SQL lekérdezést, Order by és megadjuk ugye az oszlopot, futtatunk. Az eredményből láthatjuk, hogy alapértelmezés szerint a sorok emelkedő, azaz ABC sorrendben rendeződnek. Mi magunk is rendelkezhetünk arról, hogy mi legyen a rendezés elve, így növekvő és csökkenő rendezéseket is megadhatunk. A növekvő sorrend a szövegeket a z számokat pedig 0-tól 9-ig rendez. A csökkenő Z-től a 9-0-ig sorrendben való rendezéséhez a desk foglalt kulcsot kell minden olyan mező végére felvenni, amelyet csökkenő sorrendben szeretnénk rendezni. Nézzünk meg erre is egy példát. Tehát most a populáció alapján, a populáció méret alapján csökkenő sorrendben rendezzünk, és megadjuk a desk kulcsot. Tehát láthatjuk, hogy Lombardia van Legelől, és akkor szépen csökkenő lélekszámmal eljutunk az utolsó ö, régióig. Az SQL utasításokban a WELZ feltételeket adhatunk meg abból a célból, hogy a lekérdezés eredményében csak a feltételeknek megfelelő mezőértékeket tartalmazó sorok jelenjenek meg. Ebben a példában a Toszkána régióhoz tartozó megyék, azaz provinciák alkotják majd az eredmény halmazt. Tehát jöjjön a lekérdezésünk. Tehát ha megfogalmazott SQL lekérdezésünk a következő, a provinciák megyék táblájából fogunk ö, adatokat, tehát a provincia nevét, betűjelét és kódját lekérdezni, de csak ott, ahol a kod reg egyenlő 9. Tehát a 9-es régióhoz tartozó megyéket fogjuk megkapni. Ugye Toszkána régióról van szó, futtassuk az SQL-t, és megkaptuk Toszkána régióhoz tartozó megyéknek a halmazát. Az előbbi példához hasonlóan ezúttal a Firenze megyéhez tartozó községek listája lesz a, ö, a következő SQL-lekérdezésünknek az halmaza. Írjuk meg ezt az SQL-lekérdezést. Ugye provinciák helyett most a községeket fogjuk lekérdezni. A VEL pedig, ugye most a provinciának a kódját adjuk meg, amihez a községek tartoznak. Ez most a 48-as, és akkor futtassuk ezt az sql kérdezést, és megkaptuk. Ugye az adott provinciához tartozó községeknek a listáját. Ugye név és populáció. Adatok valamint a provinciának a, a Procom kódja. Egyszerre több feltételt is megadhatunk egy verzáradékban. A következő példában a Toszkána régióhoz tartozó, és 50 ezer főnél nagyobb népességű községek kerülnek csak bele az eredményhalmazba. A feltételeket az end szó segítségével kapcsoljuk össze. Végül a népesség szerint csökkenő sorrendben rendezzük a kapott községek listáját. Milyennek az SQL kódja? Látható, hogy a vel well záradéknak, ugye a régió kódon túl megadtuk azt a feltételt, hogy a populációnak nagyobbnak kell lennie, mint 50 ezer fő, és a két feltételt az end szóval kapcsoltuk össze, majd rendezzük a halmazt order by segítségével csökkenő eredményhalmaz szeretnénk kapni, ugye a populáció alapján futtatunk, és megkaptuk az eredmény halmazt, ami ugye mindig egy táblázat. Szövegeket, karakterláncokat is használhatunk összehasonlítási értékként. Az SQL-ben a szöveg és dátum konstansokat idézőjelek között kell Megadni. Ha egy szöveg apostrófot tartalmaz, erre majd nézzünk mindjárt egy példát, akkor maszkolást kell alkalmaznunk. Minden apostróf maszkolásához egy plusz idézőjel szükséges. Nézzünk erre egy SQL példát a cookbookból. Látható ugye a községünknek a neve, ahol ugye van egy apostóf magában a névbe, ezt az apostófot egy másik apostófal fogjuk lemaszkolni, hiszen a magát a szöveget, azt a két apostóf között kell értelmezni az esküvei nyelvnek, és ha nem maszkolnák le, akkor nem értené, hogy mettől meddig tart a szövegünk. Jó? Futtassuk. Gyönyörű szépen megkaptuk az eredményhalmazt. Ha az apostófokat idézőjelekre lecseréljük, jó, akkor nem szükséges még egy apostófal ugye maszkolnunk, akkor is ugyanúgy megkapjuk az eredmény halmazt. Most kérdezzük le Róma község népességét szövegkonstans segítségével. Láthatjuk, ha SQL lekérdezésünket, ahol most a well záradék a fontos, apostófok között begépeltük Róma városának, vagy hát a községének a nevét. Futtassuk le az SQL lekérdezést. Nagyon jó, minden nagyon jó, hiszen megkaptuk az eredmény halmazt. Na most, mi a helyzet akkor, hogyha a Rómát kisbetűvel írjuk be véletlenül? Futtatunk, és azt kapjuk, hogy az eredmény halmaz üres. Miért? Az SQLite a karakterláncok, azaz a stringek összehasonlításakor mindig kis nagybetű érzékeny. Ezért a fenti példában az utolsó sort a következő ugye példánkban, ha lecseréljük a, a Commona nevét Róma Rómáról, kisbetűs Rómára, akkor a lekérdezésünk ugyan, ugye, ahogy tapasztaltuk, nem fog sikerülni. Erre a problémára ad megoldást a like operátor a verzáradékban, amit a karakteres mezők összehasonlítására alkalmazhatunk. Ha most beírjuk ugye a egyenlőség helyére, hogy like, akkor már megint megkaptuk az eredményünket. Ugye nagyon sokféleképpen be lehet írni egy adatbázisba Róma községének a nevét, csupa nagybetűvel, hiszen ez is elfogadható valamilyen szempontból. Valamilyen szempontból csupa kisbetűvel is, és hát ahogyan ugye írnánk, mint tulajdon név, az pedig ugye alapból működik, de attól függ, hogy ugye hogy szerepel az adatbázisba. Hogy ezeket a problémákat orvosoljuk, használjuk az egyenlőség helyett a like operátort. A következő SQL példánknál a select utasításban a like műveleti jellel azokat a községeket fogjuk lekérdezni, amelyeknél a név oszlop, a Mária karakter sorra fog illeszkedni. Ugye, mit várunk, például Santa Mária, hogy ezt visszakapjuk. De csak azt írjuk meg, hogy ha szerepel benne a Mária szó, akkor kapjuk meg az eredmény halmazban, mindazokat a községeket, amelyeknek a neve erre illeszkedik. Ebben az sql kérdezésben a láik operátor után apostófok között, a Mária szó úgyhogy úgy, hogy előtte és utána is százalék jelet adunk meg. Na, mielőtt ezt megbeszélnénk, részletesebben futtassuk az sql és nézzük meg az eredmény halmazt. Tehát mindazokat a községeket megkaptuk, amiben szerepel a Mária kifejezés. Teljesen mindegy, hogy mi van előtte, meg utána. Ugye itt üresség van de a nyolcadi sorban pre maria Co községnél a Mária szó középen szerepel, függetlenül attól, hogy milyen karakter van előtte vagy utána, belkerült ez a sor az eredmény halmazba. Ugye az apostrofok után két speciális karakter adható meg a mintában, a százalékjel tetszőleges hosszúságú karakter sorozatot helyettesít, míg az aláhúzás karakter pedig egy tetszőleges karaktert. A like után most ismerkedjünk meg az én összehasonlító operátorral. Ennél egy halmazt adhatunk meg a ver záradékban az elemek felsorolásával. Ekkor a lekérdezés eredménye olyan oszlopokkal rendelkező sorokat tartalmaz, amelyek értéke a felsorolásban szerepelt. A lekérdezés Róma, Miláno és Nápoly népességét fogja visszaadni, ahogyan ezt a képernyőn láthatjuk. Az én után következik a Bitwin. A Bitwin összehasonlító operátor segítségével egy előre megadott tartományba eső elemek halmazát kérhetjük le a ver well záradékban. Az alábbi példában azokat a községeket listázzuk ki, amik népessége 1990 és 2010 fő között van. Na nézzük ezt az SQL lekérdezést. Tehát itt látható a Bitwin feltétel, futtassuk, és már is megkaptuk ugye, azokat a községeket, amelyekre ez igaz. Na most, az SQL használatával bármilyen összetett vel feltételt is megfogalmazhatunk. A most következő példában összefoglaljuk az eddig tanultakat. Nézzük át alaposan ezt az SQL lekérdezés. Rövid magyarázata a következő. A lekérdezésben szerepelnek Toszkána, Umbria, Masche és Láció régiókhoz tartozó megyék. Ezek ugye itt a kod a záradékon belül, az in után megadott felsorolásban szerepelnek, mint kód régió. Tehát a 9-es az a Toszkána, 10-es az Umbria, Masche 11 és Láció 12. Kihagyjuk viszont a lekérdezésből Livorno és Píza megyék kihagyjuk viszont a lekérdezésből Píza és Livorno megyéket. Ugye itt a záradékon belül az N kújszóval kapcsolunk össze több feltételt, betűszót használunk, ugye szigla, és azt mondjuk, hogy not in, tehát tagadunk, tehát a li és pi betűszóval jelzett megyék kimaradnak, ugye li, livorno, pi, píza. Majd a kapott megyék listáját szűrjük népesség alapján. Megtartjuk az eredmény halmazban a 300 ezer fő és az 500 ezer fő közötti megyéket, de beleértjük a 750 ezer főnél nagyobb népességűeket is. Ugye jön a következő feltételünk, end úgy szóval kapcsoljuk össze. Zárójelet nyitunk, és zárunk, ugye ennek nagy jelentősége lesz, és ugye a populációt szűrjük a bitven kulcsóval, és megint ugye az end, de adjuk meg, hogy mi közötti határok között értelmezzük a populációt, és van egy all kulcsszavunk, ami ugye a 750 ezernél nagyobb lélekszámú ö, ö, megyék listáját fogja bővíteni, megadni. Oké, okay. nézzük meg ezt a lekérdezést, futtassuk meg is kaptuk szépen az eredmény harmast. Érdekességképpen csináljuk most azt, hogy kitöröljük az árójelet az utolsó feltételnél, hogy mi történik. Kitörlöm, futtatom, és látszik, hogy más lesz az eredmény halmaz. Az OR logikai operátor helytelen beillesztése a lekérdezésbe az előbbitől nagyon eltérő eredménytáblát hoz létre. Ennek oka, hogy az OR logikai operátor precedenciája a legalacsonyabb. A végrehajtási sorrend viszont megváltoztatható az árójelek használatával. Gyakran nincs arra szükségünk, hogy a lekérdezésünk az összes eredmény sorral visszatérjen. Legtöbbször csak egy rövid előnézete szükséges az adatoknak. A limit kulcs a lekérdezés első N sora fog az eredménytáblámban szerepelni. Nézzünk is egy példát. 10 kösséget rakjunk csak most az eredmény halmazba. Itt van a limit kulcs 10 értéket adunk meg, minden oszlopba visszatérünk, meg csillag, ugye a községek táblából. Na hát, futtassuk. És látszik is, hogy szépen minden oszloppal visszatértünk, de csak az első tíz sort használtuk. És ez még nem is minden. Az SQL nem kényszerít arra minket, hogy mindig a tábla elejétől számoljuk a korlátozott sorokat. A tábla kiindulási pontját szabadon megadhatjuk az offset segítségével. Az alábbi példánkban az ezredi sorra ugrunk, és onnan kezdve számoljuk a limit által lekorlátozott sorokat. Tehát ezt a lekérdezést ki kell egészítenünk az offset kulcsszóval, aminek az ezres értéket adjuk, és futtatás. Jó, látszik megint az eredményhalmazba, hogy 1-től 10-ig, de a kulcs, ami megvan adva a soroknak, az 1001-től 1010-ig van, tehát valóban eltoltuk a kezdőértéket az 1000 sorra, és onnan kezdtük el számolni a korlátozott sorokat. Nos, ennyit szerettem volna most az SQL nyelv alapjairól bemutatni ebben a videóban. Ö, érdemes próbálgatni ezeket a lekérdezéseket, átirogatni, és az eredménytáblát kiértékelve tudjuk leginkább elsajátítani ezt a viszonylag egyszerű, de mégis összetett nyelvet. Köszönöm szépen a figyelmet, innen fogjuk folytatni.